Történelmi pillanat ez a magyar mezőgazdaság számára, hiszen a pénteken Kazahsztánba indított vetőmag kukorica szállítmány nem pusztán egyszerű árukivitel, hanem annál jóval több. Fogalmazott dr. Nagy István agrárminiszter a török-szentmiklósi vetőmag üzemben tartott ünnepségen. Ez nem csak egy kukoricaszem, hanem ebben sokkal több minden benne van. De a kukoricaszemben benne van több száz éves magyar tapasztalat, kutatómunka, innováció, olyan genetikai állomány, amely végtelen nagy segítség annak az országnak, amely ezt megveszi, azoknak a gazdáknak, akik ezt alkalmazni akarják, hiszen egy csomó lépcsőfokot átugranak. Mindazt, amit a magyar kutatóknak, genetikusoknak bele kellett tenni ebbe munkát, azt ők ezzel a vásárlással gyakorlatilag meg tudják spórolni, és előrébb tudnak lépni. A 4000 hektár szántó bevetésére elegendő martonvásári nemesítésű hibrid kukorica kazah kivitele a kormány keleti nyitás politikájának sikerét is bizonyítja, hiszen a magyar mezőgazdaság számára olyan innovációs és export lehetőségek nyílnak meg, amelyek eddig nem voltak elérhetők. Ennek a lépésnek különös jelentőségét ad, hogy Almatiba sikerült a cégcsoportunknak a LAC Holdinggal együttműködve egy önálló raktárt nyitni, ahova ezek a kukoricamagok elhelyezésre kerülnek, így hozzuk közelebb a kazahsztáni termelőkhöz a magyar genetikát. A török-szentmiklósi mezőgazdasági társaság az általa művelt 4000 hektár egyharmadán vetőmagot termeszt. Ez az üzletág a 60-as évek óta jelentős szerepet tölt be a cég életében. Ez a mai nap egy szintlépés, a két cég, a Bázis Mag és a török-szentmiklósi MGZLT-nek a együttműködésében. Úgy gondolom, hogy egy olyan fejlődő piacra lépünk be, ahol nagyon sok magyar vetőmagot tudunk értékesíteni. A török-szentmiklósi agrártársaság vetőmag üzemének kapacitásának felét a martonvásári nemesítésű vetőmagok termesztése köti le. A cégvezetés szándéka, hogy a közeljövőben már teljes üzemüket átállítsák martonvásári vetőmagok gyártására, ezzel is növelve a cég exportját.